Délben különböző endotoxinok okozta gyulladások jelentősen csökkennek, hiszen az epesav erős detergens hatásának köszönhetően egy nagyon erős fertőtlenítő. Fertőtlenít, ugye az alkohol is detergens, és az alkoholt használjuk fertőtlenítésre. Most a belegbe ezt a funkciót az epe vállalja át. Megöli a detergens hatására a lipo, tehát ilyen zsír felülettel rendelkező, burokkal rendelkező vírusokat, megöli a baktériumokat, kordában tartja a gombákat, gombás fertőzést. Most ugye népbetegség, mert egy időben volt egy divatbetegség a kandidiázis. Van alapja mindennek, csak... Hogyne? Van alapja, persze, és hát nem, csak nem elfelejtjük, hogy hát most egyszer a vírusok ellen küzdünk, utána a baktériumok ellen küzdünk, utána a gombák ellen küzdünk. Hát mindig valami más zászló alatt gyűlünk össze, azt akkor az nem a vírus, a gomba, a baktérium a hibás, az a hibás, hogy táptalajt adunk. Rossz az ebbénk működése, a belek ezáltal gyulladásba jönnek. Ha gyulladásba jön egy bélfal, mi történik? Jelentősen csökken, lehetetlené válik egy olyan nagyon fontos hormon, mint a kolecisztokininnek a termelődése, ez mihez vezet? Leáll teljesen az epeürülés. Ha leáll az epeürülés, a hasnyálmirigy... Honnantól kezdeni nincs miről beszélni, jön a krónikus hasnyálmirigy gyulladás. Mivel az epe, igen, vezeték a hasnyálmirigyen keresztül ürül a patkóbélbe, tehát együtt hasnyálmirigy vezetékével együtt, hasnyálmirigy gyulladás, és ennél már rémesebb nem lehet. Tehát hölgyeim és uraim, főorvos úr nagyon szépen elmondta, két mondatban összefoglalom. A máj termeli az epét, körülbelül 1 liter híg epét. Ez besűrűsödik az epe hólyagba, körülbelül 1 deciliterre. Ennek az epeinek amennyiben kikerül, az a feladata, hogy emulgeálja a zsírt, ezért kell a hagyma is mellé, elősegíti a zsír emésztést, ezen keresztül a zsírban oldódó vitamin szintézist. De a legnagyobb feladat, amiről mindig megfeledkezünk, és amit nagyon jól mondott főorvos, külön köszönöm, hogy elmondtad, rendet teremt mikrobiológiailag az emésztő rendszerben. Féken tartja a gombákat és a fakultatív patogéneket, nem engedi szaporodni a patogéneket, elősegíti, hogy az ember barát flóra ott uralkodjon. Ha ez nincs így, akkor aztán megnézhetjük magunkat. Tehát ezért, amikor már beszűkül az epe vezető, beszűkül a hasnyálmirigynek a vezetője, ami a patkóbélbe szájadzik, csőstől jönnek a bajok. És itt üdvözlöm végtelen szeretettel és tisztelettel Várhalmi Miklós urat, aki az egész epesav pótlásnak az atya. Nem tudom, nézi az adást, vagy nem nézi, remélem nézi. Miklós, nagyon köszönjük neked, csodálatos dolog, amit kidolgoztál, és úgy tudom, hogy már szerte Európában mindenhol forgalmazzák ezt az epesavat. Óriási dolgot adtál a lakosság kezébe, mert a vékony és vastagbélgyulladás, az epehólyag különféle betegségei és a hasnyálmirigy különféle betegségei jobbítására, hangzottan mondom, jobbítására alkalmas. Zsuzsa, ne haragudj!